Főként nyári programajánlatokat hoztak a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok képviselői a pénteki találkozóra. Ezeket gyűjti össze és igyekszik továbbítani az érintettek felé a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület. A Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Társulás például 20 fő fiatal részére szervez ingyenes tábort Csákvárra, illetve Agostyánba. Ide elsősorban középiskolásokat és felsőoktatási intézményben tanulókat várnak. A Tatabányai Segítőkéz Alapítvány napközis tábort szervez a körtéri közösségi házba. A házigazda Bázis Egyesület pedig háromféle nyári táborba várja a jelentkezőket. Itt ezen a helyszínen egész nyáron szeretettel várjuk azokat a gyerekeket, akiket a szüleik nem tudnak táborba küldeni, bentlakásos táborba. A nyári szünet idején 8 órától, reggel 8 órától délután 4 óráig itt a házban programokat szervezünk számukra, úgynevezett bejárásos tábort szervezünk, amiben egy étkezés van, egy ebéd, illetve délelőtt és délután egy 10 óra és egy uzsonna, és közben pedig játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, társasjátékozásokkal, filmvetítéssel próbáljuk eltölteni a hosszú-hosszú nyarat. Olyan, mint régen a napközis tábor volt, pedagógusok, pedagógus hallgatók, szociális munkások fognak a gyerekekkel játszani, foglalkozni. Ez a legfontosabb szerintem, nagyon sok embernek, nagyon sok családnak szerintem segítséget jelent ez a hosszú nyári szünet alatt. A másik programunk az a szokásos nyári táborunk Kőhányás pusztán. Olyan 3H-s általános helyzetű gyermekeket, illetve bentlakásos intézményben élő gyermekeket szeretnénk idén táborba vinni, akik itt Tatabányán laknak, és hát nyilván az ő szociális helyzetükből adóan szintén nem tudnak elmenni egy balatoni, vagy főleg nem egy külföldi táborba. A harmadik táborunk az Székelyföldön lesz, Firtosvár alján, egy gyönyörű szép környezetben, nem messze a testvérállásunktól, Székelyudvarhelytől. Kézművességgel fogunk foglalkozni, tehát a csillagtúra szerint végigjárjuk a Székelyföld nevezetességeit. Azokat a gyerekeket várjuk, akik a kosárfonás, a fazekasság, a fafaragás és a taplóból való dísztárgyak készítése iránt érdeklődnek, és szeretnék Székelyföldet megnézni. Nagyon fontos, hogy itt székelyföldi gyerekekkel közösen fogunk táborozni, ott leszünk 2 hétig. A táboraink általában ingyenesek. Az a tábor, amit itt szervezünk, itt az étkezési költséget kell majd megtéríteni, a Mackó bárban fogunk ebédelni. A Kőhányás pusztai táborunk az természetesen ingyenes, hiszen ott a leghátrányosabb helyzetű gyerekekről van szó. A székelyföldi táborunk az biztos, hogy költségtérítéses lesz, de pályáztunk és támogatókat is keresünk, tehát csak töredékét kell a bekerülési költségnek fizetnünk a családoknak.